Történelmi olvadást ér át idén Grönland szigete. A hőmérséklet hónapok óta a sok évi átlag felett van, csak júliusban 200 milliárd tonna jég olvadt el, különleges természeti jelenségeket okozva. Ezeken a videókon az látszik, hogy milyen gyorsan fogyatkozik a jég a grönlandi jégpajzson, mondta Jason Box klimatológus. A felszínen vízfolyások vannak a víz összegyűlik a repedésekben, tovább a jégmezőket, és ez így van több ezer négyzetkilométernyi területen. Grönland felszíne most nagyon sötét, rengeteg napfényt nyel el, az olvadék folyói pásztázzák a tájat. A jégpajzs egyre jobban olvad, és növeli a tengerek vízszintjét. Ezen a felvételen az látszik, hogy tavasz óta a föld legnagyobb szigetének peremvidéke gyakorlatilag jégmentessé vált. A krízisre az ENSZ főtitkára is reagált. Az Európát sújtó hőhullámok a sarkvidéken és Grönland környékén is 10-15 fokkal megemelték a hőmérsékletet. Eközben a jeges tengervíz szintje közelít a valahamért legalacsonyabbhoz. A visszafordíthatatlan klímakatasztrófa megelőzése életünk legnagyobb küzdelme, és a legfontosabb küzdelem az életünkért. Ezt a küzdelmet pedig meg tudjuk nyerni, és muszáj megnyernünk, nyilatkozta Antonio Guterres. A meleghez a sziget lakói sincsenek hozzászokva. Az elmúlt 800 évben összesen négyszer volt hasonló mértékű jégolvadás Grönlandon, ebből kettő a 2010-es években.